A Gödöllői Zeneiskola részfúvós kvartettjének műsorával kezdődött a Székely Bertalan napszadán. Az egésznapos rendezvény megemlékezéssel indult a régi református sírkertben. Itt áll a művész síremléke, melyet még 1943-ban állítatott a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete. Az impozáns sírszobor a Székely tanítvány Bori Jenő műve. A festőművész 178 éve született. A megemlékezésen Vécsei László polgármester mondott köszöntő beszédet. Miért is esett annak idején a község választása arra, hogy éppen Székely Bertalanhoz kössük a községi megemlékezéseket? Nyilván nagyon sok oka van ennek. Egy nagy, jelentős életművet maga mögött tudó, fölmutató embert mindig könnyű, vagy könnyebb jelképpé emelni, és egy közösség elé, mint egy példaként helyezni. Székely Bertalan esetében ez kétségkívül több szempontból így van és megállja a helyét. Ha másra nem gondolunk, talán az életútjának a mai ember számára is példát hordozó jellegére. A mai korunkban is talán sokaknak jelent és mond valamit egy ilyen életút. Hiszen még 20 éves sem volt akkor, amikor már külföldi tanulmányokra küldte a család, és tanulmányainak mintegy két évtizede alatt mondhatjuk, hogy bejárta egész Európát. 30-31 éves volt, amikor mindezeket a tanulmányokat maga mögött tudva, eredményeket maga mögött tudva, mindazzal a tudással, tapasztalattal, szakmai hozzáértéssel, amivel ezek alatt, az évtizedek alatt gazdagította magát, hazatért Magyarországra, hazatért a hazájába. És az életműve attól kezdve a magyar kultúrát és a magyar kultúrán keresztül az egyetemes európai kultúrát gazdagította. A polgármester büszke arra, hogy egy olyan településnek lehet a vezetője, amit egy ilyen művészember választott lakóhelyül és otthonául utolsó évtizedeiben. Ha megnézzük a képeit, azokat a tájképeket, a szadai életképeket, szadai ház, szadai udvar, piros ruhás nővel, piros szoknyás nővel. Tehát ezeken a képeken azért a szadai táj, a szadai színek, a szadai élet mindig megjelenik. És az elmondásokból, a szájhagyományból, Székely Bertalanról megmaradt történetekből is nagyon jól tudjuk, hogy az ő kötődése, az ő helyben lakása, az több volt, mint egyszerű lakóhely, lakhely találás. Kötődött a helyi emberekhez, kötődött a tájhoz, kötődött az életmódhoz, és mi sem fejezi ezt ki jobban, ezt a kölcsönös kötődést, mint hogy a szadaiak a szájhagyomány szerint mindig nagy tisztelettel viseltettek az ő életmódjuktól, a napi életüktől egyébként meglehetősen távol álló mesterhez, illetve Székely Bertalannak az a rendelkezése, végrendelkezése, hogy nyugvóhelyéül szadát választja. A Székely Bertalan által kidolgozott és fennmaradt értékeket csak úgy tudják továbbvinni, ha már a róla elnevezett iskolában is megismertetik a látásmódjával, a technikájával a gyerekeket. Székely Bertalan hagyománynak, ami a pedagógiai munkásságra, vizuális oktatásra vonatkozó része, azt bátran használjuk. És az iskola, hál' Istennek, úgy tűnik, hogy jó irányba indult el ezen az úton járva. Az a tervünk, talán szabad egy ilyen szép napsütéses tavaszi napon ilyesmit is mondani, az a tervünk, hogy a Szada iskolában ezt a vizuális képzést éppen Székely Bertalannak a nagyszerű köztünk lévő szellemiségére építve megpróbáljuk eredményesen beépíteni majd a tanterveinkbe. Sulek Frigyes együtt tanított Székely Bertalannal, együtt formálták, alakították az akkor indított mintarajztanoda tanítási módszerét, oktatási rendszerét. Dédunokája Sulek János mondott köszöntő beszédet a szadai sírkertben. Sulek Frigyes tervezte néki azt a stílustalan, építészeti stílusban meg nem fogható műtermet,
amit mint épület nem különleges, de funkcionálisan nagyon arra való, amire használódott. A nagy belmagasságú, a nagy vásznakat kifeszíteni tudó festőnek teret adjon ahhoz, hogy ott valósítsa meg azt, amit ő igazán a fejében látott. Ez a Borienő szobor, ez a harcoló művészt mutatja. Azt, aki küzd a műveinek a sikeréért, küzd a művészek kritikájával és azzal a közeggel, ami őt bizony akkor is többször már kikezdte. Konzervatívnak tartották sok szempontból az ő művészetét, Maradinak mondták ki sokan, mert ő ragaszkodott ténylegesen ahhoz az akadémikus festészethez, ahol meg kell festeni az embert minden részletébe, és be kell mutatni a korhűen úgy ábrázolva, ahogy annak a kornak a eszközei, tárgyai, ruházata van. És nagyon kevés az a művész, aki emberként is ennyit tudott mutatni, nyújtani. Ő úgy szerette a szadaiakat, hogy azt most nagyon örülök, hogy a szadaiak ennyi idő múlva is így próbálják visszaadni. Tényleg hajtsunk fejet ennek a nagy géniusz előtt, hajtsunk az ő örökre nyomot hagyó munkássága előtt, és nagyon jó, ha egy település vissza tud emlékezni az embereire, hálás azért, amit kapott, ő pedig nyilván valahol itt a föld mélyén pedig hálás azért, hogy ezt kapja, amit most nyújt neki mindenki. Az ünnepi beszédek után Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökségdíjas énekművész adta elő az Isten áld meg a magyar című dalt. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Paradicsom hazájában, ilyen örök boldogságban, ilyen örök boldogságban. A református sírkertben Szadakösség önkormányzata nevében Vécsei László polgármester és Oroszi Sándor alpolgármester helyezte el koszorúját, majd Székely Bertalan leszármazottai hajtottak főt a síremlék előtt. A helyi általános iskola nevében a diák önkormányzat helyezte el a megemlékezés virágait, végül a Szadai Nyugdíjas Klub koszorúzta meg a sírszobrot. A falunap a továbbiakban a műteremház galériában folytatódott, ahol Megmozdul a kép, Székely Bertalan mozgástanulmányai című kiállítást nyitotta meg Kincses Károly fotomuzeológus. Klarinéton közreműködött Dóra Gergely. Mit üzen nekünk Székely Bertalan? Azok az első térben elhelyezett dolgok játéknak látszanak, lehet őket forgatni, bele lehet kukucskálni, lehet élvezni a megmozduló állóképek nyújtotta vizuális örömöt. De legalább egyszer jusson mindenkinek az eszébe, hogy amit ma játéknak tekintenek, az 100-150 évvel ezelőtt komoly tudományos felfedezések egész sora volt, amelyek nélkül ma nem lenne tévé, mozi, fényképezés, digitális képalkotásnak. És akkor most nézzenek majd még egyszer ezekre a játékokra, aztán nézzék meg még egyszer Székely Bertalan rajzait, amelyek szintén az előtt készültek, hogy lett volna film, videó, stb. És akkor becsüljék falujuk legismertebb emberét, hogy egy kísérletező tudós is lakozott benne a művész mellett, aki életéből majd két évtizedet áldozott arra, hogy aprólékosan megfigyelje, lerajzolja, tanulmányozza, hogy miként változik a ló formája, lépés, poroszkálás, ügetés is vágta közben. Megfigyelték-e már azokat a látszólag apróságokat, amelyek önmagukban viszont az élet teljességét hordozzák magukban? Például, hogy miként ér földet egy esőcsepp?
vagy hogy miként vált szint egy víztükör, amin reggeltől estig átmegy a nap. Hogyan lesz egy faágon lévő kis dudorból előbb feszülő rügy, majd kibomló világ, vagy hogyan nem ér le a földre a futása közben a ló egyetlen patája sem. Higgyék el, ezek vannak olyan fontos és lényeges kérdések, mint az, hogy mit ír az újság, hogy ki mit mondott a parlamentben, arra a másik mit válaszol, és hogy ennek vagy annak mi köze van a valósághoz. Délután 15:30-tól a Székelykertben került sor a Szadáérdíjak ünnepélyes átadására. Már hagyomány, hogy Székely Bertalan születésének évfordulóján díjjal tüntetik ki azokat a személyeket, csoportokat, akik a hivatásuk mellett a falu közösségének életében is aktívan vesznek részt. Szadáért elismerő oklevelet és kitűzőt kapott közösségi kategóriában a Szadai Hagyományőrző Együttes. A polgármester és a képviselőtestület elismerését fejezte ki a község kulturális életében és hagyományőrzésében végzett példamutató munkájukért. Szadáért elismerő oklevelet ezüst kitűzővel ítélt oda a képviselőtestület 2013-ban Kovácsné Lesták Szilvia részére, aki hosszú ideje dolgozik az óvodában, munkáját magas színvonalon végzi, a népi kultúrát megismerteti csoportjaival. Szadáért elismerő oklevél ezüst kitűzővel kitüntetésben részesítette a képviselőtestület Gombai Józsefnét, aki az óvodában a gyerekeket igazi szeretettel szereti, akik nagyon kötődnek hozzá. A kitüntetést távollétében fia vette át. Szadáért elismerő oklevél ezüst kitűzővel kitüntetésben részesítette a képviselőtestület Illés Andrásnét, aki az iskolai konyha vezetését nagy szakértelemmel, odafigyeléssel és szívvel-lélekkel végzi. Szadáért elismerő oklevél ezüst kitűzővel kitüntetésben részesítette a képviselőtestület Galambos Gábornét, aki 1990 óta a Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért civil szervezet titkára, a helyi hagyományőrzés egyik fő letéteményese. A hazai kulturális életben és az autentikus népzenében nyújtott kimagasló tevékenységéért Szadáért emlékplakett kitüntetésben részesítette 2013-ban a képviselőtestület Bartók József Kossuth díjas zenészt, a nagybőgő mesterét. Szada község képviselőtestülete az orvostudomány területén végzett kimagasló, nemzetközileg elismert tevékenységéért és Szada község egészségmegőrző munkájában vállalt kiemelkedő szervező szerepéért posztumusz díszpolgárrá avatja professzor dr. Halmi Lászlót. A díszpolgári oklevelet felesége Eszter asszony vette át. A délután folyamán zöld piknik elnevezéssel a nyugdíjas klub látta vendégül a látogatókat, sütöttek lángost, különböző édes és sós süteményeket. A Székelykertben felállított szabadtéri színpadon óvodások énekeltek szadai népdalokat, majd az iskolások néptáncoltak, moldvai dalcsokrokat adtak elő. A szadai nyugdíjas klub tagjai is helyi népdalokat énekeltek. Őket követte Taba Csaba és felesége, akik magyar-szováti táncokkal szórakoztatták a közönséget. A folytatásban újra színpadra léptek az iskolások énekkel, népdallal. A fellépők sorát a Szadai Hagyományőrző Együttes zárta szatmári táncokkal. A műteremházban lévő kiállítás június 2-ig tekinthető meg, címe Szada, Székely Bertalan út 22.